Folyamatosan orosz légicsapások érik az ukrán településeket. Nyipróban több tucat épületben keletkezett kár, emellett sokan meg is sérültek. Hersonból szintén sebesüléseket jelentettek. A várost állítólag a közeli folyó túlpartjáról lövi az orosz hadsereg. Eközben oroszországi Belgorod közelében az ukránok vettek célba több települést, és emiatt a térségben nincsen se gáz, se áram. Romokban áll ez a bolt a kelet-ukrajnai Dnyipró városában. A települést hétfőn orosz légicsapás érte, emiatt több vásárló is megsérült. A forgalmas üzletben még tart a kárfelmérés, amit tovább nehezít, hogy minden helyisége törmelékekkel és üvegszilánkokkal van tele. Villogást láttam az ablakon keresztül, pár másodperccel később hallottam a robbanást, betörtek az ablakok, az emberek rohanni kezdtek. Fogalmam sem volt, hogy mit tegyek, idézte fel a történteket egy nő. A katonai rendőrség mobilállomást állított fel a településen, ahol az emberek bejelenthetik, milyen károkat szenvedtek. Az üzleten kívül még legalább 35 ház rongálódott meg, valamint számos jármű is használhatatlanná vált. A városvezetés szerint legalább 170 ablak betört. Rengeteg nyílászáró rongálódott meg, egy részüknek a kerete is kiszakadt. Hatalmas volt a robbanás lökés hulláma, sorra szakadtak ki az ajtók a termekben, mondta egy iskolaigazgató nője. Hersonból is robbanásokat jelentettek. A város katonai vezetője szerint az oroszokat Dnyeper folyó túlpartjáról ágyúzzák a várost, ami miatt többen is megsérültek. Kijev szerint az ellenséges erők egy másik dél-ukrajnai városban légibombát vetettek be, ott egy iskolát is találat ért. Az orosz térfélen is csapásokról számoltak be. A belgorodi terület vezetője szerint egy nő meghalt, miután az ukránok polgári létesítményeket vettek célba. Az orosz energiaügyi tárca szerint a térségben megszakadt a gáz és az áramszolgáltatás is, ami több százezer embert érint. Eközben a moszkvai védelmi minisztérium arról számolt be, hogy több ukrán katonai célpontot is megsemmisítettek, emellett pedig drónokat és rakétákat fogtak el. Állításuk szerint ismét sikerült a korábbiaknál előnyösebb pozíciókat elfoglalniuk. Az ukrán fegyveres erők vezérkara azt állítja, hogy az elmúlt két napban 100-nál is több kisebb ütközetet vívtak az oroszokkal, és néhány szakaszon sikerült megakadályozniuk az orosz előrenyomulást. Kijev szerint az ellenséges erők Pokrovszk városát vették célba a legerőteljesebben, ahol napok óta próbálják áttörni a védelem vonalait.